Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentendre ma napi hírmagazinját látják. Elsőként nézzük híreink tartalmát röviden. Adományvásár. Több mint 60 ezer forintot gyűjtött össze a rászorulóknak téli tüzelőre szombaton a Szentendrei Szent Erzsébet Karitász közösség. Felújítás. November második felében ismét módosított menetrend szerint járnak a szerelvények a HÉV vonalán. Komázon többször át kell majd szállni az utasoknak. Mártonnap. Az esős idő ellenére is sokan vettek részt a skanzen Mártonnapi Liba lakomáján, verses borkóstolóján, valamint zenés és táncos programjain a hétvégén. Több mint 60 ezer forint gyűlt össze a Szentendrei Szent Erzsébet Karitász közösség adományvásárán szombaton. A szervezet vezetői szerint egyre bőkezűbbek azok az emberek, akik ruhaadományokat visznek nekik. A vásáron gyűjtöttek is. Aki ruhát vitt magával, beteltett a persejbe annyi pénzt, amennyit tudott vagy jónak ítélt meg. Ezt az összeget is rászorulókra költi a közösség. Téli tüzelőt vásárolnak majd a hátrányos helyzetűeknek. Körmendi Mátyás János születése óta szív- és tüdőbeteg. Rendszeresen szed gyógyszereket, és napi 5 kilónál többet nem emelhet. A Szentendrei Szent Erzsébet Karitász közösségtől sok segítséget kapott már ő és a családja is. Igyekeznek vissza is adni ebből, méghozzá önkéntes munkával. Ön fiatal ember, mióta önkénteskedik? Már több mint lassan 2 éve. És miért kezdett bele? Én is sok segítséget kaptam ismerőseimtől. Én, mi is voltunk olyan helyzetben, amikor mi is rászorultunk, de annyira, de volt olyan helyzet, és nekünk is jól jött, és én úgy gondoltam, hogy ha leszek olyan anyagi helyzetben, mi is visszasegítjük másoknak. Önkéntes alapon természetesen. Kérdezhetem erről a helyzetről, amikor szükségük volt segítségre, mi történt? Élelmiszerbe kaptuk vissza azt a segítséget. Én még iskolás voltam, és nem álltunk úgy anyagilag. Egyik szülem sem volt olyan munkahelyük, de nem olyan, hogy duskáljunk benne. És akkor egyik pillanatról a másikra elfogyott a költőpénz? Igen, tartalékokból éltünk, és hogy nehéz volt. És akkor innen kaptak segítséget konkrétan? Igen, és természetesen meg több helyről még. Milyen érzés volt segítséget kapni? Hát egyik részről jó volt, mert mégis volt egy kiút a sötét útból, a másik része meg hát zavarba jött, meg kellemetlen, mert nem ezt szeretné az ember, hogy nem mindig segítségre szorulást, természetesen adni az öröm, adni a legjobb, de kapni is ugyanúgy jó. Hát megéltük, nem tudtunk mit csinálni, rá voltunk szorulva végül is anyagilag. De mivel most már szintbe jöttünk, természetesen lekopogom, hála égnek, úgyhogy így most már mi is tudunk segíteni. A Karitász hittantermében rengeteg ruhaadomány gyűlt össze. Ebből válogathattak szombaton azok, akiknek szüksége volt rá. És mit lát, hogy sokan vannak a rászorulók? Igen, sok rászoruló van. Évről évre egyre többen jönnek, és de legalább egyre több embernek tudunk segíteni, akik úgy nem tudnak megvenni maguknak. Mit gondol, hogy aki rászoruló, az miért válik rászorulóvá? Munkája nincs, vagy egyedülálló idős, vagy egyszerűen... Elvált esetleg, nincs olyan munkája, nem úgy fizetik meg, vagy még már idős, és nem tud elhelyezkedni. Ez mind benne van. Van, aki valóban rászoruló, azt látjuk is, akik minden szerdán, ez egy mag, szinte azt lehet mondani, hogy minden szerdán itt vannak. Ha már nem jön valamelyik egy szerdán, akkor már a másikat kérdezzük, hogy hát ezzel mi történt, vagy miért nem jött, vagy... Szóval figyelemmel kísérjük azért azt, hogy ki az, aki esetleg valami más miatt nem tud jönni. Adományt bárki adhat. A Karitásznál azt mondják, főleg Szentendréről és a környező településekről érkeznek a ruhákkal teli zsákok. Az adomány az úgy működik, hogy a városból, akiknek úgymond feleslegesé vált dolgokat már nem szeretne eldobni, de még úgy érzi, hogy más hasznosan tudná használni, azt itt elfogadjuk. Minden második héten ruhaosztás van, oda bárki bejöhet, és azt viszi el, amire szüksége van, és minden szerdán 3-5-ig pedig fogadjuk is az adományt. Meliher Istvánné helyettes vezető úgy látja, hogy az emberek egyre bőkezűbbek, ha adományozásról van szó. Egyre többet kapunk, csak még mindig az a kérésünk az adományozók felé, tisztelet a kivételnek, hogy a más számára még hordható dolgokat kérjük, kimosva, tisztán, mert
hát ez szerintem így a reális, hogyha mi ugyanúgy adjuk tovább, hogy még használható. Sok elrongyolódott ruha is érkezik? Elég sok, úgyhogy volt már olyan rá, hogy konténerekbe hordtuk szatyrokkal szét a dolgokat, mert valóban használhatatlanok voltak. Sáros, piszkos, egészségtelen volt az illata, ha illatnak lehet azt nevezni, amit akkor kiárasztott a zsák magából, de tiszteletem és minden elismerésem azoké az adományozóké, akik méretre, nemre, gyerekre, férfi, női, mindent összecsomagolva, külön fölcímkézve, és így hozza a zsákokat. És hál' Istennek egyre többen vannak ezek az emberek. Az adományvásár lényege az, hogy aki ruhát viszel, egy jelképes összeget is betehet a persejbe. Most jelen pillanatban a téli tüzelőre gyűjtünk a rászorulóknak, a persejbe pedig úgy van, hogy itt nem pénzt kérünk érte, hanem bárki, amit elvisz, és amennyit ő neki megér, az amit elvisz, annyit tesz a kasszába, amennyit jónak lát. A tüzelőt pedig ugyancsak rászoruló nagycsaládosoknak, idős embereknek juttatja majd el a szervezet. Meliher Istvánné szerint egy-egy adományvásáron több 10 000 forint szokott összegyűlni. Szombaton 60 000 forint maradt a persejben. A Szentendrei Szent Erzsébet Karitász helyettes vezetője hozzátette, évente 4-5 alkalommal szerveznek adományvásárt. A legközelebbit december 14-én tartják. Már 9. alkalommal hirdeti meg Szentendre önkormányzata a Városi Sportkarácsonyt. A helyhatóság a Város Sportegyesületei testnevelőit és sportolóit hívja közös ünneplésre a Városháza dísztermébe december 12-ére. Az eseményen több kategóriában is díjazzák a kiemelkedő teljesítményt elérő szervezeteket, sportolókat és edzőket. Ehhez az ajánlásokat november 29-éig várják. Több ütemben végzi a zöld felületek őszi takarítását a Városi Szolgáltató ZRT. A cég munkatársai november 23-án, 30-án, valamint december 7-én szállítják el a kihelyezett kerti zöld hulladékot. A lakosságtól azt kérik, hogy zsákokba csak lombot, fa és bokornyesedéket, nyírt füvet, valamint gyomot helyezzenek el. A vastagabb faágakat, dísznövényeket pedig maximum 1 méter hosszig darabolva, két helyen összekötve tegyék ki a ház elé a felsorolt napokon reggel 6 óráig. Felhívják a figyelmet arra is, hogy ha háztartási hulladékot, rönkfát vagy földes fagyökereket találnak, azt nem viszik el. Arról, hogy melyik napon, mely utcákban végzik a takarítást, a VSZRT honlapján tájékozódhatnak részletesen. Ismét felújítási munkák kezdődnek a HÉV vonalán. A vonatok ezért november 16-a és december 1-e között módosított menetrend szerint járnak. A szakemberek 3 km hosszan úgynevezett rostálási munkát végeznek, 2 kilométeren pedig kicserélik a sineket. Hétköznapokon a legtöbb vonatról Pomázon le kell majd szállni az utasoknak, akiket egy másik vonat szállít majd tovább, de felhívják a figyelmet arra is, hogy egyes járatok csak Pomázig közlekednek majd. Liba lakomával, tolfosztással, verses borkóstolóval, lámpáskészítő kézműves foglalkozásokkal, valamint zenével és tánccal várták egész hétvégén a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban a látogatókat. Az esős idő ellenére is sokan vettek részt a Skanzen Márton napi programjain. Tolfosztóban voltam az este, az én rózsám azt is kileste, mindig csak azt hányja Beti szememre, kivel beszélgettem az este. A hagyományőrző óvónők nem csak népdalokat énekeltek, hanem libatollat is fosztottak a Szentendrei Szabadtéri Múzeum Mártonnapi programján. Azt mondták, hogy ez könnyű munka, csak hosszadalmas. A gyerekektől szoktam megkérdezni, hogy melyik nehezebb, 1 kiló toll vagy 1 kiló vas? Hát a kicsi gyerekek azonnal rávágják, hát a vas a nehezebb. Na hát úgy gondoljuk, hogy tényleg könnyű munka, mert könnyű a toll, és meg kell csípni a felső részét, és a két oldaláról le kell húzni a pihés finom tollat, hogy az kerüljön bele a párnába. A szúrós része, az ne kerüljön bele. Hát hosszadalmas, tehát nem nehéz munka, meg úgy telik az idő, hogy mesélünk, énekelünk, beszélgetünk, és akkor észre se vesszük, hogy jó, eltelik egy nap. Kertész József hagyományőr pedig Szent Márton legendáját mesélte és mutogatta el a gyerekeknek.
Egyszer egy ilyen hideg novemberi napon kilova voltam. És a vár szélén, az árok mellett ott, mutasd meg, Gréti, hogy fázik egy gyerek? Vagy valaki, aki fázik, mutasd meg, hogy remegne? Hát előbb mutattad. Búúúúú, de hideg van! Így remegett egy szegény koldus, meglátta ezt Márton, lerántotta a köpenyéről, a válláról a köpenyét, húzta a kardját, ketté hasította, a felét odatta a didergő koldusnak. Mit készítesz? Egy ilyen lámpást. Milyen minta lesz rajta? Egy tök. Egy tök lesz? Igen. És milyen színű lesz ez a lámpás? Piros lesz a külseje. Nem sokkal távolabb egy pajtában karkötőket készíthettek, kukoricacsuhét vonhattak, és mártonnapi lámpásokat is festhettek a látogatók. Ez az, amit a gyerekek maguk festenek az üvegfestékkel, és aztán akár ki is lehet égetni, hogy maradandó legyen, és akkor jövőre nem kell újat csinálni, vagy ha megszárad, úgy is használhatják. Amikor hazamennek, mécses tesznek bele, és akkor díszítheti a lakásukat, avagy vérészbe tehetnek ezen a mártonnapi felvonuláson, ami most már egyre jobban hagyomány az országunkban is. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, adj el, Uram, hogy jól esi, Jézus, te dicsértessék, amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A hagyományos mártonnapi lakomán libalevest és libasültet ettek. Így volt ez a Moson-Magyaróvártól 4 kilométerre fekvő halásziban is, ahonnan a Lajta Néptánc együttes tagjai érkeztek. Ilyenkor ugye megkóstolják a libákat, mert aki mártonnapkor libát nem eszik, az egész évben éhezik. De ez miért van így vajon? Hát ugye Mártonnak van szentelve a templom halásziba, és Márton a Luddal kapcsolatban van, hiszen mikor őt meg akarták választani püspöknek, akkor ő a libák közé bújt, mert nem akart ő püspök lenni. És a libák gágogással elárulták, hogy van ott valaki, és előhozták az emberek, és mégiscsak püspök lett belőle. Természetesen nem maradhatott el a mártonnapi mulatság sem. A néptáncosok csárdást jártak citera kíséretre. A lányok kékfestő népviseletben ropták. A 3-4 alsó szoknya pedig azért repül ilyen szépen tánc közben, mert alá a derekukra még egy farpárnát is kötöttek. Citerával nem lehet abba a tempóba felvinni a tempót, amit egy zenekar fel tudja vinni, tehát a citerával ez a legnagyobb tempóunk, tánc a friss csárdásból, viszont hogyha ezt egy dudás fújná, vagy egy zenekar játszaná, akkor még legalább egy jó néhány ütemmel gyorsabb lenne. Libasült mellé újból is dukál. Jacsó Pál irodalmi borkóstolót tartott. Egyik saját versét is elmondta, amelyet Vörös Sándor egyik ismert költeménye ihletett. Postát kapott egy remete csomagot, vagy levelete, nem tudja meg soha-soha, mert a sorsa, hogy most ha bemenne a faluba, kiállnának a kapuba. Ha bemenne a postára, szeme lenne a világra, de ő épp azért remete odalábát, de tegye be. Elmenjek-e, ne menjek-e, töprenget a sok remete, nem volt végese eleje, nem jött el egy remetese, véget ért a remete bál, nem lesz többé, sohasem már. És mire futszalad a kicsi kocsi, rajtől a haragos, de nem tudtam. Ez akkor jött, ez így lejött. Az égből, és amikor visszahallom, mit írtam le? Szóró szóra, ritmusra, szótagszámra. Na, akkor most van-e valami a túlvilággal, vagy valamilyen dimenzióval, vagy akár nem is tudom, a tudatalattival, akkor mi történhet? Na, ezek azok a pillanatok, amikor az ember elgondolkozik, hogy költője vagy médium. Márton napját egyébként már a honfoglalás utáni idők óta ünnepli a magyarság. Márton ugyanis a mai Szombathely területén, Szaváriában született. A sült liba mellcsontjából pedig évszázadokon keresztül végeztek időjóslást. Márton napján általában egészben kellett megsütni a libát, mert a mellcsontját egészben kellett hagyni, és ezzel alapján jósolták meg a következő évnek az időjárását. Hogyha egyben maradt a mellcsont, akkor kitették a pitvarba vagy a két ablaktábla közé, és nézték, hogy hogyan színeződik el. Hogyha fehér maradt, akkor
havas, keményebb télre számítottak, viszont ha megbarnult, akkor hó nélküli, latyakos enyhe télre számítottak. Márton napon a skanzenben nem csak néptáncosok mulattak. A látogatók a Jászárok szállási fogadó épületében koncerteket hallgathattak, táncolhattak, valamint libás ételeket és borokat kóstolhattak. Adásunk végén nézzük legfontosabb híreink tartalmát még egyszer, röviden. Több mint 60 ezer forintot gyűjtött össze a rászorulók számára téli tüzelőre szombaton a Szentendrei Szent Erzsébet Karitas közösség. November második felében ismét módosított menetrend szerint járnak a szerelvények a HÉV vonalán, Pomázon többször át kell majd szállni az utasoknak. Az esős idő ellenére is sokan vettek részt a skanzen Mártonnapi Liba lakomáján, verses borkóstolóján, valamint zenés és táncos programjain a hétvégén. Ennyi fért mai adásunkba, de ne menjenek messzire, mert egy rövid reklám után a Sportkorzó című magazin műsorunk következik. Híradóval pedig legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket. Friss hírekért keressék fel weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tv-szentendrét, vagy közösségi oldalainkat, ahol szintén folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Az élő adást pedig honlapunkon kívül most már iOS vagy Androidos készülékeiken is nézhetik, csak töltsék le a Play áruházból vagy az App Store-ból a TV Szentendre applikációt, majd a letöltés után azonnal elindíthatja az adást. Munkatársaim nevében is most megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!